Időjárás. Az egyik leglenyűgözőbb erő a világon. Ez a hatalmas erő képes arra, hogy pusztítson és gyönyörködtessen is egyben. Bárhol is éljünk, az időjárás alakítja az életünket. De a legtöbbünk számára rejtély marad a működése. Hogy igazán megérthessük az időjárást, el kell mélyednünk benne. Visszanyúlok az időjárás alapjaihoz. A tudomány nevében felfedem a titkait néhány bátor, vakmerő és időnként meglehetősen furcsa kísérleten keresztül. Olyan, mint valami porvihar. Bemutatjuk az időjárást, ahogyan eddig még sohasem látták. Szélsőséges időjárás Richard Hammonddal. A víz fontos részét képezi időjárásunknak. De nem csak eső formájában. A víz át tud alakulni, és a folyamat közben még erősebbé válhat. Létrehozva a leggyorsabb, a leglassabb, a leglágyabb és a legkeményebb időjárást a Földön. Gyakran elképesztő sebességgel változtatja a formáját, súlyos következményeket vonva maga után. Ebben az adásban minden formájában bemutatjuk a vizet. Elcsípek egy felhőt. Jól van, felhő, lássuk, mit tudsz. Hogy kiderítsem a tömegét. Kiderítem, hogy a jégeső miért tud annyi kárt okozni. Ezt nézzétek! Megvizsgálom, mi történne akkor, ha az eső egy darabban zúdulna le. Ez elképesztő! Megtapasztalom, hogy mire képes a víz legkegyetlenebb és legerősebb alakjában. Lavinaként. Szóhoz sem jutok. Ez elképesztő. Víz. Úgy tűnik, hogy a mindennapi időjárást a felhők alakítják. A felhőkből lehet a leginkább megállapítani, hogy milyen időjárás lesz a következő napokban. Meghatározzák, hogy napos lesz, vagy borús. A felhők felelősek a csapadékos időjárásért. De milyen módon? Mi pontosan a felhő? Ugyan, biztos önök is csináltak már ilyet. De ha nem, kellene? Szemlélem a felhőket, és figyelem a formákat. Ha legközelebb ilyet tesznek, két dolgot tudniuk kell a felhőkről, ami megváltoztathatja a gondolkodásukat. Először is, a felhők nagyon nehezek. Még az a kis gomoly felhő is annyit nyom, mint két elefánt. Másodszor, a nagy súly miatt minden felhő ereszkedik, lassan és egyenletesen közelít a Föld felé. Tudom, mindkettő elég különösen hangzik. Éppen ezért elvégzek egy tesztet. Dartmoor Nemzeti Park, Anglia. Először is megpróbálom kideríteni, hogy egy kisebb felhőnek pontosan mekkora a tömege. Egy felhőt természetesen nem lehet csak úgy egyszerűen ráhelyezni egy mérlegre, de megvizsgálhatjuk a nedvesség tartalmát, hogy abból állapítsuk meg a tömegét. Így arra gondoltam, mi lenne akkor, ha egy óriási vattapamacsal berepülnénk a felhőbe, ami magába szívná a nedvességet. Ez az ötlet még finomításra szorul. Így felkértem az egyik mérnök barátomat, hogy segítsen kidolgozni, és a következőt találta ki. Ez nem vatta, hanem annak az ipari változata. Kerámia gyapot. Ráadásul nem is pamacs. A barátom szerint, ha a közepén hagy egy üreget, akkor a gyapot kétszer akkora felületen érintkezik a felhővel. Ég szivacsnak nevezte el. Ezen kívül itt van ez is. Ezzel repülünk bele a felhőbe. Teljesen átlagos dolog.
először is mérjük meg, hogy mennyit nyom az ég szivacs szárazon. 37 kiló. Szivacsnak ez is elég nehéz. De kell ekkora súly ahhoz, hogy precízen repülhessünk vele. Különösen így, hogy a pilóta nem szokott hozzá rakományok szállításához. Tudom, ez nem jó kezdet. De mivel ilyet még senki nem csinált, talán nekem is van annyi esélyem, mint bárki másnak. Tekintve, hogy ez a munka nem való amatőröknek, legyenek bármilyen lelkesek is, magammal hívtam egy másodpilótát, hogy figyeljen mindenre. Főleg rá. Helikopter, pipa. Egy vödör, tele nagy net szívó képességű kerámia gyapottal, pipa. Most már csak egy szép kis felhő kéne. Ez nem is olyan egyszerű, mint hinnék. Csak amikor közeledünk egy felhőhöz, akkor jövünk rá arra, hogy milyen hatalmas. Alacsonyan kell repülnöm, hogy belemeríthessem az égszivacsot a felhőbe. De magasan is, hogy a helikopter felette legyen. Ez bonyolultabb, mint amilyennek tűnik. Legalábbis nekem. Remek. Nem néz ki jól. Első próbálkozásra elvétettem a felhőt. A felhőüldözés elég szokatlan feladat. Igen, ez remek kifogás. Ez itt jónak tűnik. Jól van, felhő. Lássuk, mit tudsz. Közelről a felhő nagyon vékonynak tűnik. Nehéz elképzelni, hogy sikerül felszívni egy kis nedvességet. Rendben, sikerült belemeríteni. Lássuk, hogy mit értünk el. Vizesnek tűnik, ez jó kezdet. De mennyire vizes? Sikerült annyi nedvességet beszívnia, ami majd meglátszik a mérlegen? Sikerült. 10 kilóval nehezebb. Tudom, hogy ez nem tűnik soknak. De nézzék meg a felhő méretét. Látni lehet, hogy mekkora területen haladt át a szivacs. Csak az a kis terület, ahol átrepültünk, 10 kilónak megfelelő vizet tartalmazott. Ha a többi kisebb rész is ekkora tömegű, akkor ez az aprócska felhő körülbelül 9 tonnát nyomhat. Az nagyon sok. Egy nagyméretű viharfelhő 10 kilométer magas és 10 kilométer széles lehet. A tömege annyi lehet, mint 1 millió elefánté. De hogy maradhat fenn ekkora súly az égen? Hogy ezt kideríthessük, saját felhőt kell létrehoznunk.
Rendben. Azt szeretném elérni, hogy létrehozzunk egy saját felhőt. Itt van egy vájú, tele vízzel, és... Nos, nem tudom, hogy ezek micsodák. De szerencsére itt van Jim, aki légkörtudós. Remélem, hogy segít. Nem tudom, mi ez. Ezzel hozunk létre egy felhőt. Remek. Nem lesz olyan, mint egy igazi felhő, de ezzel a géppel létre tudunk hozni egy hasonlót. Értem. Ez itt egy ultrahangos nedvesítő berendezés. Gyakran lehet ilyen szerkezetet kertészetekben látni, mert nagyon finom párát képez. Kertészetben? Ez nem csúcs technológia. Díszes szerkezeteknek tűnnek, de valójában felhőcsináló gépezetek. Nagyszerű, akkor lássunk neki. Csak ezt kell bekapcsolni. Ez az. Hirtelen apró felhők jelentek meg. Úgy jön létre, hogy a vizet kisebb részekre bontja. Igen, igen, így van. Apró vízcseppekre bontja a vizet. Ez a kerti berendezés apró cseppekre bontja a vizet. A felhők is pontosan így működnek. A felhők azért lebegnek, mert a bennük lévő vízcseppek nagyon kicsik és könnyűek. Mekkora ez a vízcsepp egy normál vízcsepphez képest? Egy ilyen vízcsepp 5 mikron, de ezzel nem sokat segítettem. Hát nem. De az esőcseppeket könnyebb elképzelni. Egy esőcsepp körülbelül 2 milliméteres. A különbség közöttük és az esőcseppek között akkora, mint egy kocka cukor és egy lakókocsi között. Melyik a kocsi? A kocsi az esőcsepp. Értem. És a kocka cukrok, ezek az aprócska vízcseppek. Ez beválik. A nedvesítő berendezés apró, milliárdnyi kocka cukorra bontotta a kocsinkat. Jó, ezt feltesszük. Rendben. Hogy teljes munkát végezhessünk, el kell érnünk, hogy az apró páracseppek lebegni kezdjenek a levegőben. Bekapcsoljuk a ventilátort, és meglátjuk, hogy emelkedik fel a felhőnk. Itt van. Furcsa, de száraznak tűnik. Nehéz elhinni, hogy az égszivacsunk be tudta szívni ezt. Jim, nem akarom kritizálni a felhődet, de egy kicsit örvénylőnek tűnik. A felhőket úgy képzelem el, hogy egy helyben lebegnek. Amit itt látsz, az a felhő szélénél szokott előfordulni, mert folyamatosan változik. Vagyis, ha közel megyünk egy felhőhöz, ezt látjuk? Igen. Bár lenyűgözőnek találom a saját készítésű felhődet, valahogy nem akar feljebb menni. Talán kicsit túlzásnak tűnik, de a vájú meglepően nehéz. Pont mint a víz egy igazi felhőben. Fel kell emelnem ezt a vizet a földről, hogy ellenőrizzem a második tényt. Vajon mindegyik felhő a föld felé ereszkedik? Jim és én visszatartjuk a lélegzetünket. Lehet, hogy a vízcseppek elég kicsik ahhoz, hogy lebegjenek, de... Valóban igaz. Amint a levegőbe kerülnek, megindulnak a föld felé. Ez a jelenség, amit ott látok, ahogy kavarog a föld felé, teljesen valóságos, ugye? Igen, a felhő úgymond kifolyik onnan. Ha távcsővel figyeljük a felhőt, látjuk, ahogy áramlik lefelé. Mivel ez kisebb, gyorsabbnak is tűnik, de egy igazi felhő esetében is ugyanaz a jelenség ismétlődik folyamatosan. Igen, folyamatosan. A felhők szélénél, a peremüknél állandóan látni lehet ezt a jelenséget. Vagyis tényleg igaz, a felhők valóban nehezek, és valóban fokozatosan ereszkednek a föld felé. Csak a legtöbb elpárolog, mire leér. Egy kisebb gomoly felhő élettartama körülbelül 10-15 perc lehet. De amíg fent vannak az égen, igazi vízszállítóként működnek. Az egyik helyről a másikra viszik.
Amíg a jármű szolgálaton kívülre nem kerül, vagy ki nem rakja az utasait eső formájában. Körülbelül 13 trillió tonna víz kering a légkörben. Minden nap ennek a tizede leesik a földre. A viharok időnként elképesztően erősek. De hogyan lesz eső ebből a nedvességből? Nem pillanthatunk bele egy felhőbe, hogy lássuk, hogyan alakulnak ki az esőcseppek, de az is segíthet, ha megnézünk egy pocsolyát. Ahogy az esőcsepp eléri a vizet, összeolvad vele. Ami visszapattan, az egy kisebb csepp, az eredetinek a fele. Ugyanez megtörténik, ha a kisebb csepp is a vízbe esik. A fele a pocsolyában marad. Képzeljék el mindezt fordítva. A pocsolya a felhő. A vízcsepp kétszer akkora lesz azáltal, hogy más vízcseppeket vonz magához. A tudósok ezt a folyamatot egybeolvadásnak nevezik. Újra és újra megismétlődik, amíg végül a csepp olyan nehéz lesz, hogy leesik. Röviden így alakul ki az eső. De milyen hevessé válhat az eső? Azt már tudjuk, hogy a víz nehéz. Hogy megmutassuk, milyen nehéz, megtöltjük vízzel ezt a markolókanalat, hogy kiderítsük, mire képes egy nagy adag eső. Négy köbméternyi víz van a markolókanálban, ami megfelel 4 tonnának. Amint látják, alatta egy kocsi van. Tudományos célból helyeztük oda. Lássuk, hogy mekkora kárt tud okozni ekkora mennyiségű víz. Esni fog. Hát igen, elég durva. De nem kéne meglepődnöm. Mert a víz 4-szer annyit nyomott, mint az alatta lévő kocsi. Minden egyes percben, minden nap 900 millió tonna eső áztatja a bolygónkat. Szerencsére ez nem történhet meg egy igazi esőnél. Még egy trópusi vihar esetében sem, amikor azt érezzük, hogy megnyílik az ég. Részben azért, mert ahogyan láttuk korábban, az esőcsepp akkor esik le, ha már elég nehéz. És részben azért, ami az esővel történik, ha leesik. Hogy megmutassam, mire gondolok, keményen dolgozom egy homokvár építésén. Jane Rickson professzor pedig, aki a Cranfield Egyetemről érkezett, megtölt egy vödröt vízzel. Kislányként is ilyen voltál a strandon? Jól van, mi is történt itt?
Nos, ha a vizet öntünk egy homokvárra, akkor biztos, ha lelapítjuk. Ez nem meglepő. De az eső nem derékmagasságból érkezik, hanem felhőkből, amelyek legalább 300 méterrel a föld fölött vannak. Ez mindent megváltoztat. Létrehozok egy másik homokvárat, hogy megmutassam. Most egy kicsit magasabbról fogjuk ráönteni a vizet. Bristol, Anglia. Természetesen ez sincs olyan magasan, mint egy igazi felhő. Ez a torony körülbelül 30 méter magas lehet. De most ez is elegendő ahhoz, amit tenni készülünk. Rendben, Richard, mehet! Buta. Ez a másik oldal. Honnan tudtam volna? Próbáljuk újra. Rendben, Richard, öntheted! Egy újabb vödörnyi víz zúdul le a toronyból. De mire leér, eső lesz belőle. Erről van szó! A homokvár még áll. Nos, mi lehet az oka annak, hogy ha fentről öntöm a vizet, akkor nem esik szét még jobban a vár? Mi a különbség? Az történt, hogy amikor kiöntötted a vizet, a légellenállás és a légörvények áttörtek a víz felületi feszültségén, és apróbb vízcseppekre bontották. Szeretnéd megismételni? Igen. Hozom a vizet. Ahogy esik le a víz, légellenállásba ütközik. Minél nagyobb és szélesebb a vízfelület, annál nagyobb ellenállással találkozik. Ez a súrlódás apróbb cseppekre bontja a vizet. Időnként felfújja a cseppeket, mint egy ejtőernyőt, mielőtt szétfújná őket. Minél magasabbról esik le, annál kisebb cseppekre esik szét. Végül olyan kicsik lesznek, hogy a levegő már nincs rájuk hatással, és eső formájában érnek földet. Tehát ez az oka annak, hogy a víz cseppek formájában esett rá a homokvárra, és nem zúzta szét? Pontosan, és látni lehet, hogy a nagy víztömeg mikor kezd szétesni apróbb részekre. Igen, láthatom, ha újra felmászom a toronyba. Meglepően gyorsan történik az egész. 10 méter után elég levegő tör be a víztömeg közepébe, hogy kisebb cseppekre szedje szét. Ha a markológép csak pár méterrel feljebb lett volna, lehet, hogy egyben maradt szegény autónk. Még ha lehetséges is lenne, hogy a víz egy nagyobb darabban essen le az égből, mire földet érne, átalakulna esővé. A víztömeg egyre kisebb darabokra esik szét, míg végül az esőcseppek 2 milliméteresek lesznek. De van egy módja annak, hogy a víz nagyobb és veszélyesebb darabokban zúduljon le az égből. Jégeső formájában. Sokan azt hisszük, hogyha a jeget látunk leesni az égből, az jégeső. És ha azt mondanám, hogy ez nem is jégeső? Igen, annak tűnik, de télen nincs jégeső. Jégeső csak nyáron szokott előfordulni. Igen, tudom. Azt hiszik, hogy láttak jégesőt télen, de higgyék el nekem, hogy nem. Amit láttak, az ez. Jégpellet. Jégpellet akkor alakul ki, amikor a hópelyhek egy kicsit megolvadnak esés közben, majd újra megfagynak, kisebb golyót alkotva, mielőtt földet érnének. Hogy még bonyolultabb legyen a dolog, Észak-Amerikában ezt darának nevezik, ami itt a hó és az eső keveredését jelenti.
Akárhogyan is, ez nem jégesőből származik. A jégeső valami egészen más. Nemzeti Légkörkutatóközpont, Colorado, Amerika. Charles Knight már 50 éve tanulmányozza a jégdarabokat. Boulderben található hűtött laborjában megmutatja nekem, hogy milyen különbözőek is a jégdarabok. Azáltal, hogy ketté vág egyet. Mutatom, hogy néz ki egy hatalmas jégdarab. Ez óriási. Igen, óriási. De ez nem gátolja meg abban, hogy ketté vágja. Bár ez a jégdarab már 15 éves. Hűha! Lehet látni a rétegeket, amelyekből felépül. Ha egy apróbb vágást ejtünk rajta, lehet látni a rétegeket. Ez egy kisebb darab, egyszerűen gyönyörű. Saját története volt. Pont mint egy fa esetében, ezek a rétegek megmutatják a jégdarab növekedését. A jégdarabok története egy viharral kezdődik. Viharok pedig általában nyáron alakulnak ki. A viharfelhők magassága miatt néhány vízcsepp megfagy. De az erőteljes meleg levegő okozta feláramlások a felhőkben tartják a vízcseppeket, ahol még több vizet gyűjtenek. Újabb és újabb rétegek fagynak meg a felszínén. Amíg végül a sok réteg miatt már nem maradnak fenn, és leesnek a földre. A jégeső nagyon erőteljes is lehet. Évente 1 milliárd font kárt okoz. De vajon létezik valami, ami keményebb a jégnél? Purdue Egyetem, Indiana. Hogy ezt kiderítsük, feltérképezetlen területre merészkedünk, és olyan kísérletet végzünk el, amire még nem volt példa. Ezt fogjuk használni. Tudom, hogy úgy néz ki, mint egy halom műanyagcső az asztalokon, és ha úgy vesszük, ez igaz is. De ha látnák, hogy mire képes egy ilyen pingpongütő... Feltalálói, a Purdue Egyetemre járó Jim Stratton és Craig Zerung látni akarták, hogy milyen gyorsan képes repülni egy átlagos pingponglabda. Ezt a szerkentyűt használva megbizonyosodhatunk arról, hogy nagyon gyorsan. Ez elképesztő, hihetetlen gyors a lövedék. Igen, 1480 km per óra. Félelmetesen gyors. Elhoztátok ezt a szerkezetet, amiről azt tartjátok, hogy egy rémálomba illő adogatógép. Úgy döntöttetek, hogy segítetek. Igen. Igen. Rendben, a terv a következő. Megnézzük, hogy melyik keményebb. A jég vagy a jéggolyó. Íme a kísérlet. Különféle falapjaink vannak. Mindegyikbe két lövést eresztünk. Először sima jéggel, majd a saját készítésű jéggolyóval. Kezdjük a faforgácslappal. 3, 2, 1. A jég keresztül ment. A jéggolyó szintén. Egy kicsit tömörebb faforgácslapot próbálunk. Az eredmény ugyanaz. Furnérlemez. Jég. A jég épp, hogy behorpasztotta. Lássuk a jéggolyót. 3, 2, 1. Nos, van különbség. A jéggolyó szilánkosra törte a furnérlemez hátulját. Próbáljuk meg egy kicsit vékonyabb lemezzel. Jég. A jégnek épp, hogy sikerült átszakítania. A lyuk kisebb, mint maga a lövedék. Most pedig
Drukkoljunk. Jéggolyó. Szuper! Óriási! Mi történt? Sikerült. Itt a becsapódás helye. Átment rajta? Igen. Igen. Van különbség. Ugyanaz a fa, ugyanaz a sebesség, de különböző végeredmény. A lassított felvételen látni lehet, hogy a jég nem jut át a falemezen. Valójában pontosan erre számítottam. Ez a nyom itt a jégtől származik, épp hogy sikerült átjutnia. Ez pedig a saját készítésű, rétegezett jéggolyónk útvonala sokkal erőteljesebb lövedéknek tűnik. Mindkét golyó fagyott vízből van, így az ember nem számít különbségre a keménységüket illetően. De a jéggolyót a benne lévő rétegek keményebbé teszik. Vagyis a nyári jégeső erősebb, mint a téli jég. De a víz átalakulhat valami még sokkal veszélyesebbé. Ami gyorsabb, mint a jégeső. És nagyobbat üt annál. Talán meglepő, hogy mire is gondolok. Általában ilyen hóeséshez vagyunk szokva. Finom hópelyhek szállingóznak az égből a földre. Olyan lassan hullnak le, hogy egy hópehelynek egy óráig is eltarthat, amíg földet ér. Sebességük mindössze 6 km per óra, egy kicsivel több, mint a gyaloglási sebesség. Ennek ellenére a hó lehet a víz leggyorsabb formája. Mert a lavina elérheti a 130 km per órás sebességet 6 másodperc alatt. Majd egyre gyorsabbá és gyorsabbá válik. A leggyorsabbat az Egyesült Államokban található St. Helens hegyen regisztrálták, 400 km per órás sebességet mértek. Hogyan lehetséges az, hogy a hó gyorsabban zúdul le a hegyről, mint a víz? Walter Steinkogler, a Lavina Kutató Központból azt kutatja, hogy hogyan alakul ki ez az elképesztő sebesség. Azáltal, hogy saját lavinát hoz létre. Davos, Svájc. Walter, itt fogod létrehozni a lavinát? Igen, látható, hogy ez egy ideális helyszín. Két lavinát már most észrevehetünk. Megpróbálunk elindítani egy lavinát a hegy tetejéről is. De a két lavina nem azt jelzi, hogy már vége. Nem, nem, még rengeteg hó van a lejtőn. Ez pedig jó jel a számunkra, azt jelenti, hogy létre tudunk hozni egy nagyobb lavinát. Közben el tudsz végezni néhány kísérletet, igaz? Ez része annak a munkának, ami most dolgozol. Igen, ez a doktorim témája. Ezek az információk fontosak a munkámhoz. Értem. Különböző lavina típusok léteznek. De a leggyorsabb mindközül a száraz vagy porlavina. Pontosan ilyet szeretnénk előidézni. Ha Walter létre tud hozni egy porlavinát, akkor többet kideríthet a nagy sebességükről. Felajánlottuk, hogy segítünk azáltal, hogy slow motion kamerákat helyezünk el a lejtőn. Nem rontjuk el a munkádat? Majd utána elmondom, de remélem nem. Nem fogom. Ha mégis, küld neki egy számlát. Neki? Igen, Grahamnek. Ő felel mindenért. Reméljük, hogy erre nem kerül sor. De szeretnénk hozzáadni egy plusz elemet a kísérlethez. Walter, elhelyezhetem ezeket a kerítéseket a lejtőn. Ha egymástól távolabb helyezem el őket, meg tudom mérni, hogy a lavina eleje
Vagyis a teteje... A teteje. Igen, a teteje. Mikor ér el idáig? A távolság alapján megmérem a sebességet, és kiderül, milyen gyors. Igen, remek. Ez kiváló ötlet. Rendben, meg lesz. Csak egy helikopter kell. Jó, ez is megoldva. Most már csak azt kell kitalálnunk, hogyan helyezzük el a kerítéseket a lejtőn anélkül, hogy elindítanánk egy másik lavinát. A biztonsági csapatunk sokáig gondolkodott a legjobb megoldáson. Azt találták ki, hogy valakit lelógatnak egy kötélen. Ő az a valaki, és látszólag nagyon élvezi az ilyen feladatokat. Ez a legelképesztőbb dolog, amiben valaha részem volt. Az az ember kétségkívül a legjobb pilóta, akit láttam. Már az égszivacs is éppen elég nehéz feladat volt. Ilyen közel repülni a hegyekhez és a sziklákhoz, ebben a szeles és meglehetősen változékony időjárásban, nem beszélve arról, hogy egy férfi lóg egy kötélen, alatta pedig egy hatalmas kerítés. Nem jutok szóhoz. Ez elképesztő. Walter elmondta, hogy pontosan hol számít lavinára, így az első kerítést egyenesen az útjába helyezzük. De az itteni körülmények nagyon változékonyak. Ezt megtapasztaltuk, amikor útjára akartuk indítani a második kerítést. Hirtelen feltámad a szél, és kezd viharos lenni. A kerítés bármelyik pillanatban nekicsapódhat a hegyoldalnak. Magával rántva a férfit, a helikopterről nem is beszélve. A kerítésnek pontosan 100 méterre kell kerülnie az elsőtől. Erre nincsenek szavaim. Ő biztosan sokkal alkalmasabb nálam erre. Nem kell más tennem, mint várnom, hogy előidézzék a lavinát. Ez a robbanószer volt. Ez az, megindult. Első, második, harmadik. Ó. A kerítéseknek annyi. Lemaradtam. De ez is csak azt bizonyítja, hogy milyen gyors tud lenni egy lavina. Szerencsére a slow motion kameráink mindent rögzítettek. Nézzük meg újra a lavinát. Ez az a pillanat, amikor ledobják a dinamitot a helikopterről, ami előidézi a robbanást a hegytetőn. Azonnal megindul egy porfelhő, amely 1%-ban hóból és 99%-ban levegőből áll. Ilyen egy száraz porlavina.
A lavina egyre gyorsul a meredek lejtőn, amíg el nem éri az első kerítést. Bár nem egészen abból a szögből, ahogy vártuk. A lavina eleje eléri az első kerítést. Majd a hó egy része eléri a második kerítést. Pontosan akkor, amikor az első kerítés eldől. Nem csoda, hogy nehéz volt megmérni az időt. Ez a lavina csak 40 km per órával ment. Ami a tizede a valaha mért leggyorsabb lavina sebességének. De még mindig gyorsabb, mintha csak lelöktük volna ezt a hómennyiséget a szikláról. Tudni szeretném, hogyan lehetséges ez. Tegyük fel, hogy van egy nagy adag hó a hegytetőn, majd elindul lefelé. Pontosan mi történik a hóval, miután elindult lefelé? Először is kisebb darabokra esik, megfordul párszor, és összeragad. Ezek azok a darabok, amik fent hógolyónak tűnnek? A legtöbb tényleg hógolyó. Ezek a hógolyók rejtik a titkot, ami a porfelhő alatt megy végbe. Walter megmutatja, hogy miért. Nos, Walter, ez olyan, mint egy lavina. De miért is? Miközben a lavina zúdul lefelé a lejtőn, havat szed fel, mint ahogy most te. És forog, mint ahogy most ebben a betonkeverőben. Mintha kezdenéd elveszíteni a lelkesedést. Gyerünk, folytasd, meg tudod csinálni, gyerünk, Richard! Tökéletes, így már jó lesz. Már is lehet látni, hogy összeragad, majd újra szétesik, majd újra összeragad. Végül labdaformájú alakzatok születnek. Vagyis hógolyókat varázsol. Egy betonkeverő, ami hógolyókat csinál. Hógolyókat csinál. Egy lavina esetében ez sokkal gyorsabban megy végbe, és sokkal hevesebb folyamat. De ez a lassított változata ennek a folyamatnak. Lehet látni az örlő forgó mozgást, és elképzeljük, hogy ugyanezt történik egy lavinában. Pontosan erről van szó, igen. Tehát, ha megértjük ezt a folyamatot, azáltal többet tudunk meg a lavina sebességéről, az útvonaláról és működéséről. Igen, pontosan. Azt hiszem, kész. Kapcsoljam ki. Igen, kérlek. Itt vannak a hógolyók. Tökéletes hógolyók. Ez nagyon kemény. Igen, nagyon kemény. Nem lenne jó ötlet megdobni valakit ezzel. Ha teszünk valamit a kerekekre, sokkal gyorsabban fognak forogni, mintha csak meglöknénk. Ezek a hógolyók számítanak a porlavina kerekeinek. A hó a víz leglágyabb és legkönnyebb formája, ami a földre eshet. De egy lavina gyorsabban mozog, mint a víz bármelyik formája. Négyszer gyorsabban, mint a valaha mért leggyorsabb áradás. Úgy tűnik, hogy a hógolyó a titok. A bolygónkon megtalálható vízmennyiségnek mindössze egy apró töredéke van a légkörben. De a víz hihetetlen átváltozási képessége miatt bőven részesülünk belőle felhő, eső, jégeső és hó formájában. Így alakítva a mindennapi időjárást a Földön.